Felkészülten, és nyugodtan nézünk a 2017-18-as tanévelé. Felkészülten és nyugodtan indulhatott a 2017-18-as tanév, mondta Pesti Péter a Jászsági Általános Iskola igazgatója Jászberényben szeptember 1-én a Városi Központi Tanévnyitó ünnepségen. Ahhoz, hogy egy eredményes, szerető, megértő és motiváló légkör jöjjön létre a diákok számára, a hagyományos pedagógiai értékek és az innovatív módszerek is kellenek, ezek a Jászsági Általános Iskola tagintézményeiben mind adottak. Két képen. Nyugodtan, alaposan és tisztességesen, ez pedig már a Jászberényi Katolikus Általános Iskola és Középiskola 2017-18-as tanévének alapelve az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi akciója mellett. A Jászságban 3200 míg Jászberényben 1700 diákkal igyekeznek ezen alapvetések mentén végezni a katolikus oktatást. A kiállítói teltház, a jó idő, a kis és középvállalkozások és a 7. Jász Expo és fesztivál hangulata idén is vonzotta a látogatókat. 52 stand kapott helyet a Lehel-vezér gimnázium udvarában felállított két óriás pavilonban. Eddig mindig azt mondtam, hogy több mint 150, egész pontosan 52 kiállítónk van, és ezzel van teltházunk, minden évben teltházunk van. Nem a kiállítói számot szeretnénk bővíteni, hanem mindig egy szeletet, egy kis kínálatot a jászsággazdasági kirakatából. A jászsági gazdasági potenciál igényli és egyben kínálja is az üzleti partneri kapcsolatokat régión is átívelve, ezek folyamatos bővülésével, ezért is lehetséges, hogy a 2017-es vásári díjakat nem csak helyi, hanem megyében felelhető jó példák között osztották ki. A 7. Jász Expo és fesztivál díszvendége ebben az esztendőben Nyíregyháza volt, a Szabolcsi Központ ügyesen mutatta be és tette vonzóvá kulturális és turisztikai attrakcióit. Szeptember 20-án az egyes számú választókörzetben a belvárosban járt az önkormányzati delegáció. A város ezen részén a parkolás jelenti az egyik legnagyobb problémát. A Jégcsarnok utcájában lakók 9 éve már, hogy folyamatosan hangot adnak felháborodásuknak és véges türelmüknek. Nem is lettünk tájékoztatva, se a véleményünket. A mai napon én azt szeretném, hogy spontán legyen a dolog. Tehát nem szeretném, hogy nagyon mereven azt éreznék, hogy én mereven valamit kell csinálni, nem. Vannak programok, arra biztatok mindenkit, hogy vegyetek részt. Ugyan egész évben ünnepeltek, de szeptember 15-én pénteken az együttlét és az emlékezésé volt a főszerep a Lehel-vezér gimnáziumban. Az egykori pedagógusok és öreg diákok több programon vehettek részt, miközben az iskola diákjai sportoltak, táncoltak a 250 éves jubileum pénteki napján. Az emlékezők, az osztálytalálkozók résztvevői emléktáblákat is avattak a 250 éves jubileum és az intézmény igazgatóinak tiszteletére. Szeptember 16-án szombaton folytatva az ünneplést, protokolláris emlékülést tartott a Lehel, 11 ünnepi köszöntőt és egy könyvbemutatót hallhattunk, mely mind az iskola negyedévezredes eredményeit és emblematikus történelmét taglalta. Már ez a 24. Hát 24 éve minden éve megrendezik ezt a kis ünnepi. Korábbi éveknél nagyobb részvétel mellett rendezték meg a 24. Jászsági Cigánynapot Jászberényben, az Ifjúsági Házban, szeptember 16-án szombaton. A Jászsági Cigánynap lényege, hogy a térség roma kulturális csoportjai műsorral szórakoztassák a közönséget és bemutassák színes kultúrájukat. A hónap végének nagy szenzációja volt, amikor bemutatták a média munkatársainak a Jászberényi Állat és Növénykert legfrissebb sztárjait, Baront és Berúzt, a két harcias leopárd kölyköt, akik még augusztusban születtek, és ekkor szeptemberben estek át a második állatorvosi protokollon.